A sényűiek mindent megtettek azért, hogy az eredetileg kiírt időpontnál egy héttel később meg tudják rendezni a mérkőzést, így ha nem is ideális körülmények között, de pályára léphettek a csapatok. A 22. percben már csak 2 gól volt a hazaiak hátránya, ugyanis a 11. percben Marics, majd újabb 11 perc elteltével Fabu vette be fejjel az MTK kapuját. A folytatásban aztán már nem esett gól, így az MTK 4-2-es összesítése jutott a legjobb 8 közé, de a sényűnek sem kell szégyenkeznie, sem a visszavágón elért eredmény, sem a kupasorozatban mutatott teljesítménye miatt. Tudtuk, hogy milyen talajú pályán fogunk játszani. Úgy gondolom, hogy az első fél időben ez mi sokkal jobban alkalmazkodtunk. Szép gólokat is rúgtunk. Ezen felül még volt 2-3 olyan lehetőségünk, amiből gólt lehetett volna elérni, de hát tudtuk jól, hogy azért az MTK ellen játszottunk, és igazából ők megérdemelten jutottak tovább ebből a párosításból. Mi örülünk annak, hogy itt a hazai pályán azért még egy 2-0-ás mérkőzést tudtunk játszani a kupában, mert azt hiszem, hogy mindegyik ilyen mérkőzésünk, ami itthon volt, az 2-0 volt. Büszke vagyok a csapatra, mert nem kaptunk gólt, és nagyon masszívak voltunk hátul. Nyilván a második fél időben kicsit elfáradtak a srácok, a szívük vitte előre őket, de próbáltunk még helyzeteket kialakítani, de sajnos a fáradtság miatt ez már nehezebben sikerült. A vendégek edzője Feckó Tamás szerint a továbbjutással elérték azt, amiért sényűre érkeztek. Itt játékról nem lehetett szó, úgyhogy örülünk a továbbjutásnak, és gratulálunk a sényűeknek, hogy ilyen pályán tudtak nyerni. És köszönjük szépen a szeretetteljes fogadtatást, amivel vártak minket. Fodor András a visszavágón elért eredménnyel elégedett volt, inkább az első meccsen történtek miatt akadt némi hiányérzete a középpályásnak. Gratulálok először is a srácoknak, meg mind a két csapatnak, hogy ilyen pályán, ilyen környezetben amúgy tudtak futballozni, hiszen nagyon nehéz volt. Talán annyi hiányérzetünk lehet, hogy az első meccsen azokból a hibákból kaptunk gólokat, amikre tényleg készültünk, a pontrúgások, aztán egyéni hibák, hogyha ezek nem lettek volna, talán szorosabbá tudtuk volna tenni a párharcot. A továbbjutó MTK az Újpest ellen játszik majd a negyeddöntőben, a sényű pedig az amatőrkupa fináléjában lépett pályára Nagykanizsa ellen.